A korábban július végén megrendezett Tiszatavi Fesztivál ebben az évben kibővül a Velencei Tavi Fesztivállal. A két eseményről tartott sajtótájékoztatót Debreceni Ildikó fesztiváligazgató és vendégei április 27-én Kápolnásnyéken. Az eseményről Debreceni László, a B-stúdió vezetője készített összefoglalót. 7 év alatt Közép-Európában egyedülálló turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát a Tiszatavi Fesztivál Természet Operaháza nevű rendezvény. A minden nyáron megrendezendő fesztivál pénteken gálakoncerttel kezdődik, majd szombaton a résztvevők kerékpárral tekerik körbe a Tiszatavat. Minden pihenőhely egy-egy komoly zenei minikoncert helyszíne. Vasárnap pedig a tiszai hajósok életét megidéző csónaktúrán keresik fel a fesztiválozók a koncertpontokat. Azt gondoltam, hogy mivel a fejlődésünk az nyilván nem létszámban mérhető, és nem is akartam ezt, hanem abban, hogy megmutassuk a tavaknál ezt a fajta rendezvénysorozatot, és partnerre találtam. Az első fesztiválon 45-en kerékpározták körbe a tavat az akkor még egynapos rendezvényen. A legutóbbin már 4500-an vettek részt. Évről évre nem csak a résztvevők, hanem a programok száma is nőtt. Idén átlépi a Duna vonalát a fesztivál, hiszen a Velencei tónál is lesz 3 napos rendezvény, jövőre pedig a Balatonnál is, immár Magyar Tavak Fesztiválja néven. Számunkra egyrészt ez egy óriási megtiszteltetés, hogy nyakkendőnkön voltunk már 8. éve az másnak is megdobogtatta a szívét. Ugyanakkor kíváncsiak is vagyunk arra, hogy ami a Tiszatónál belállt, az hogyan fog tudni működni a Velencétavon és a Balatonon. Az elmúlt 7 évben a fesztivál bizonyíthatóan hozzájárult a Tiszató ismertségéhez, valamint a helyi gazdaság fejlődéséhez is. Megteltek a szálláshelyek, az odaérkezők a helyi üzletekben vásároltak. Idén ezt remélik a Velencei tónál is. Ennek az egésznek a mozgatóból a szeretet, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, az egymás iránti szeretet, a természet szeretete, az opera, a zene szeretete, a sport szeretete, és ami nekem nagyon fontos, és nagyon jó érzés, hogy ez egy nagyon kultúrált szórakozásforma, ami ezen a fesztiválon történik. A Velencei Tavi Fesztivál június 18-a és 20-a között lesz ugyanolyan tematikával, amely a Tiszatónál már bevált. Jövőre pedig a Balatonnal már 3 helyszínes lesz a rendezvénysorozat.